Hét napig a tudományé, a kultúrái és a szórakozásé lesz a főszerep megyeszerte. 90. alkalommal rendezik meg az országos ünnepi könyvhetet, melyhez idén is csatlakozott Szolnok városa. Szolnok ezt a gyönyörű hagyományt ápolja, a Verségi Könyvtár, a múzeum és más intézmények is partnerek abban, hogy megfelelő színvonalon jó sajtót kapjon ez a rendezvény, hogy mindenki fölhívja a figyelmét és segítse ahhoz, hogy az irodalom közelebb kerüljön az emberekhez. Június 12-től 18-áig a könyvekről szól minden. A Verségi Ferenc Könyvtár többek között felolvasásokkal, könyvbemutatókkal, zenei műsorokkal várja a látogatókat. Az eseményre egy különleges vendéget is meghívott az intézmény. Erre mindig nagyon készülünk, főleg idén ugye a 90. alkalommal, hogy már tavaly lekötöttük a megnyitó tiszt vendégét, aki idén Lackfi János lesz, József Attila díjas költő, író, úgyhogy mindenféleképpen szerettük volna Szolnokra csábítani erre az eseményre, és ezt egy évvel ezelőtt kellett intézni, úgyhogy ennyire előre dolgozunk. Ugye a könyvpiac nagyon pörög, most az ünnepi könyvhéten is több mint 300 könyv fog megjelenni, ebből itt a könyvtárban már most több mint 30 darab van, ezek 30 féle, de nyilvánvalóan nem 30 darab, tehát nyilván egy-egy könyv több példányban van nálunk, hiszen minden fiók könyvtárunkba is el fogjuk juttatni az új kiadványokat. A könyvtár mellett a Damjanich János Múzeum is készül a könyvhétre. Június 14-e és 16-a között több program, és a múzeum által kiadott könyvek közül is válogathat az érdeklődő. A Tabán kötet, ami Tabán annó utójára van fölírva, ez reményeink szerint a könyvhét alatt még most nincs kész, jelenleg nyomják, egy nagyon szép fotóalbum, és reméljük, hogy a Tabán kutatásnak egy fontos állomása, és hát nagyon sok szolnokinak egy kedves pillanat lesz, amikor kézbe veheti, színes, és hát nyomdafesték szaga lesz még az ünnepi könyvhét alkalmából, de talán újabb lendületet ad a Tabán kutatásnak, és ezt hangsúlyoznám, hogy ezzel mi nem szeretnénk a szolnoki Tabán kutatást lezárni. A rendezvény ideje alatt a könyvtárba kedvezményesen iratkozhatnak be az új látogatók, valamint ismét jótékonysági könyvgyűjtést szerveznek, melyre már kiolvasott, de még jó állapotú könyveket várnak. Ezeket később a Roma Esély Kulturális Oktatási és Szociális Egyesület számára adományozzák.